Budafok egyik legismertebb cukrászüzemében járunk, ahol Giliga András cukrászmester a túrópogácsa elkészítésének titkába avat be bennünket. Most egy hajtogatott túrós pogácsát fogunk elkészíteni, amihez semmi más nem kell, mint túró, liszt, vaj, só és egy kis tojássárgája. Jó? Legelőször is a túrót jól kikeverjük. Nagyon fontos, hogy jól kikeverjük, hogy ne maradjanak benne csomós részecskék. Ehhez mi egy nagyobb méretű keverőkart használunk, és egy gépet. Kell-e ízesítenünk egyébként a túrót, mielőtt sózni, cukrozni? Nem, semmit nem kell vele csinálni, egy nagyon jó minőségű túrót kell vásárolni. Jó, és megvárjuk, amíg a túró egy picit krémes állagot nem kap. Otthon ezt habverővel lehet helyettesíteni? Nem, ez csak gyúrókarral szabad, vagy kézzel át lehet törni szitán is, át lehet törni krumpli nyomóval, kinek amivel kényelmesebb. Ez elég hamar eléri az állagát, mert most látszik, hogy egy kicsit kezd összeállni. Mindenképp zsíros túrót vegyünk, tehát a félzsíros túróból nem lesz olyan finom a pogács, hogy szárazabb lesz. Jó, hozzuk a vajat hozzá. Érdemes egy jó minőségű vajat venni. A jó minőségű vajat elsősorban az áráról tudjuk felismerni. Mindenképp egy magas zsírtartalommal rendelkezzen a vaj is. Ha megnézzük, egy kicsit sárgásabb is a színe a jó minőségű vajnak. A vajat egyesével kell a túróhoz rakni keverés közben, ez azért fontos, hogy a vaj ne maradjon csomós. Miközben a gép krémesre keveri a túrót és a vajat, a pogácsához szükséges lisztet, tojást és sót is összekeverik egy másik edényben. A sót nyugodtan összekeverhetjük a liszttel, és akkor ezzel elkerüljük azt, hogy egy helyen legyen a só a pogácsában. Jó alaposan beleforgatjuk a lisztbe. Ez az adag mennyi pogácsára lesz körülbelül elegendő? Ez körülbelül 4-5 kiló pogácsára való adag, de természetesen lehet kisebb adagban is otthon készíteni ezt a pogácsát. Jó? Nagyon alacsony fordulatszámon bele tesszük a lisztet is apránként, illetve mehet egybe a tojás is vele. Ez tojás sárgája, nem egész tojás, és egy 5-6 darab sárgáját használunk. A fehérje nincs is benne ilyenkor? Nincsen, egyáltalán nincs benne fehérje. Tisztának, gyúrhatónak és csomómentesnek kell lennie, majd keverést követően egy enyhén lisztezett asztalra kell kitenni a tésztát. Hány év gyakorlat volt ebben a mozdulatban? Hát ezt szerintem el lehet sajátítani azért egy-két év alatt is. Ha az ember sokat foglalkozik tésztákkal, akkor menni fog ez. Kell ahhoz, hogy valaki jó cukrász legyen? Mennyi év kell, mennyi gyakorlás? Milyen? Ez teljesen változó. Nagyon sok tanulási vágy kell bele, ahhoz, hogy valaki jó cukrász legyen. Nagyon sok alázat és nagyon sok érdeklődés az anyagok iránt. Milyen képzések vannak? Magyarországon most épp átalakulóban vannak a képzések. Ugye eddig volt az OKJ-s képzés, ami most valószínűleg új formát fog kapni, illetve a nappali tagazatos képzés, ami 4 év alatt ad egy tanulónak cukrász szakmát. Kétféleképpen is megmutatom a pogácsahajtást. Az egyik, ami az otthoni megoldás lehet, a pogácsát úgynevezett egy szimpla, egy dupla hajtással fogjuk behajtani.
és mint látjuk, egy picit odaragad, de ezt nem számít, felvesszük, és ugyanilyen kevés lisztet szórunk csak alá. Milyen vastagságúra kell kinyújtani a tésztát? A tésztát gyakorlatilag csak annyira nyújtjuk ki, hogy a hajtást önmagában el tudjuk végezni, és ezt hívjuk a szimpla hajtásnak, amikor három réteget hajtunk egymásra, és mivel most még nagyon friss a tésztánk, ezért egy kicsit ez nehezebben megy. Összedolgozzuk ilyenkor a rétegeket, de aztán kisütve mégis rétegezve marad? Igen, tehát, mindenképp. Bármennyire nyomjuk igen, szét. Igen, nyomni is kell. Az a vékony kis lisztréteg, amivel megszórjuk, az önmagában fogja képezni a rétegek közötti különbséget. És a dupla hajtásunk az úgy keletkezik, hogy egymással szembe hajtjuk, jól le. A lisztet minden esetben jól le kell róla venni, semmiképp nem maradjon rajta. És ezt még egyszer behajtjuk. És ez egy dupla hajtás. Jó, és már kezd egész alakja lenni. Mennyire fog megemelkedni majd a sütőben? Minimum duplájára, tehát amire kiszúrjuk, arra figyeljünk, hogy az duplájára fog emelkedni. Miután a tésztát meggyúrták, egy-másfél órát kell pihentetni, így hűtőkamrába viszik. Ezért most mi is várunk. A második fázisban már nem az otthoni, hanem a cukrászdai körülmények közötti technikával gyúrja tovább a tésztát András. És akkor most géppel hajtsuk be ugyanezt a tésztát. Fokozatosan egyre vékonyabbra nyújtjuk a tésztát a gép segítségével, és amikor már elérte azt a hosszúságot, amikor kényelmesen be tudjuk hajtani, akkor ugyanúgy egy szimpla hajtást teszünk. Ez amikor csak háromba hajtjuk. És mindig fordítjuk a tésztát, a hajtás irányt, hogy a következő nyújtásnál keresztről kezdjük. A géppel nem nagyon szükséges lisztezni a tésztát, ugyanis a gép az egy elég kímélő módban nyújtja a tésztát. És most jön a dupla hajtás. Egyszer, kétszer, és duplán ráhajtjuk. Mennyiszer kell egy sima pogácsánál végigcsinálni egy ezeket a hajtogatást? Egy sima pogácsánál háromszor hajtunk szimpla dupla hajtást. És akkor még egy egyenesítést adunk neki csak. És még egy órára mehet vissza a hűtőbe. Az újra szimpla dupla hajtás után lefoliázás és pihentetést követően nyújtógépen 9-es magasságig nyújtják a pogácsa tésztáját. Ha már harmadszor is meghajtottuk a tésztát, felvágjuk akkor a darabra, amekkorából tudunk majd szaggatni kényelmesen. És különböző módokon lehet díszíteni a pogácsa tetejét, akár bármivel is meg lehet szórni, de mi csak simán megrácsozzuk. És ettől kap egy szép kis mintázatot. A pogácsákat bármilyen szaggatóval ki lehet szaggatni, a cukrászüzemben egy speciális szaggatóval dolgoznak,
így egyszerre több pogácsát is ki tudnak szaggatni. Ezután, hogy csillogóvá, ropogósra süljön a pogácsa teteje, egy újabb trükköt vett be a cukrász. Kenőtt tojással, csak éppen szép óvatosan, de mindenhol lekenjük. Ettől lesz fényes a pogácsa? Így van, meg egy szép barna színt is kap majd a sütés során a teteje. Mindezek után nincs más hátra, mint hogy a kiszaggatott, tojással bevont pogácsa tésztákat a sütőbe rakják. Ez egy viszonylag gyorsan elkészülő pogácsa. Hát a nulláról kezdve begyúrással együtt a pihentetéseket nem számolva, úgy gondolom, hogy egy óra alatt simán megvan. Megérte a sok gyúrás és várakozás, hiszen az elkészült pogácsák frissek, ropogósak és önmagukért beszélnek.